Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Screamcast, a Parallaxis Univerzum horrorfilmes podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Screamcast hatodik adása, a mikrofonnál Francia Réka. Ez alkalommal az Insidious franchise távoli sötétjére irányítjuk fényes lámpásunkat, a 2010 és 2023 között megjelent öt filmet megért sorozat összesen 26,5 millió dollárból készült, és világszerte 540 millió dolláros bevételt termelt. A James Van és Lee Vennel kezenyomán létrejött franchise sajátos eleme a piros ajtó mögötti The Further, magyarul távolként emlegetett purgatóriumi létdimenzió, ami minden filmben feldereng és végigvezet minket a konfliktusok megoldásain az ugyancsak filmeken átívelő főszereplő Alice vezetése alatt. A filmek során szépen körbeérnek és lezárulnak történetszálak. Mindegyik részt tartalmaz kreatív, félelmetes, vagy éppen elgondolkodtató újdonságokat, amiknek köszönhetően a borzongás emléke ugyanúgy velünk marad, ahogyan a szemünk sarkából észlelni vélt árny. A filmek átvilágításában partnerem lesz Farkas Katalin Mila, Szia Mila, sziasztok! És Dankó Dániel, szia Dani! Sziasztok! A 2010-ben megjelent első film egy válaszlépés volt Vána rendező részéről, aki szerint az általa készített fűrészfilmek véres erőszakossága miatt a szakmában sokan nem akartak együtt dolgozni vele. Részben azért készítette el az Insidious a testen kívülit, hogy bizonyítsa, képes rémisztő horrorfilmet rendezni gyomorforgató és extrém módon erőszakos jelenetek nélkül is messze menően sikerült neki, 97 millió dolláros összbevételével az első rész 2011 legjövedelmező filmjei közé került, és bár nem maradhattak el benne a jumpscare momentumok, egészen fantáziadús megoldásokkal riogattak minket. Szeretem elválasztani azokat a filmeket, amik csak a jumpscare-re és a vizuális rémizgetése építenek azoktól, amik megmozgatják az agyamat. Itt ugye a Lembert házas pár fiát, Daltont a padlásra csábítja a piros ajtó mögötti entitás, ő odafönt leesik egy létráról, másnap pedig kómába zuhan. Hónapok múltán sem változik az állapota, az otthoni ápolása mellett döntenek. Nagyon emlékezetes volt számomra az a pillanat, amikor Dalton öccse Foster néhány nappal később azt mondja az anyjának, hogy nem szereti, amikor Dalton éjszaka mászkál. Az ember addig semmit nem lát ebből a jelenségből a filmvásznon, ahogyan ennek a mondatnak az elhangzása közben sem rémiszti meg semmilyen vizuális elem, mert az agya rakja össze, hogy ez nem történhetne meg, az agya képzeli el a jelenséget is, amitől sokkal hatásosabb. Számotokra milyen elemektől vált hátborzongatóvá, újítóvá az első film? Ez a kedvenc sorozatom, ilyen, ilyen horror sorozatom, nekem legalábbis nagyon régóta. Szere szoktam szeretni az ilyen Ilyen démonos, szellemes, horroros túlvilági franchise-okat. A démonok között ez is nagyon szerettem, de ez, ez kifejezetten jó volt abban, hogy azért próbáltunk valami olyan természet felett itt belevinni, amiben nem az egész arról szól, hogy csak vannak a szörnyek, meg a, meg a rettenetesen gonosz lények, és akkor ennyi az egész, gyakorlatilag tehetetlenek vagyunk, hanem van egy, a szereplők azért nem fizikálisan, de, de gyakorlatilag a mentális, meg a, meg a lelki használva megküzdhetnek, meg, meg, használhatják a saját képességeiket ezekkel a lényekkel szemben, amik a túloldalon vannak, és ez tök új dolog volt. Hogy végre nem az van, hogy csak várod, hogy közeledjen a lény, és, és, egyszer csak majd elkap a való világban, meg a, amúgy, amikor majd testet ölt, akkor gyakorlatilag kivégez, hanem tényleg végre te is átmehet az ő oldalára, vagy valamilyen köztes univerzumba, ahol, ahol végre azért szemtől szemben is állhattok, és ez szerintem ez egy tök jó ötlet volt. Mert mondjuk például a parajelenségekkel összevetve, ott ugye nem is látjuk teljes alakjában Tobit. Itt viszont egy többféle szellemmel találkozunk, meg a, meg a démont is láthatjuk, úgy fizi szinte már már fizikai valójában. Itt is, meg a túlvilágon is, és a démonok között is olyan, ami amiben igazából ezt nem teszik meg. Ott sem tudsz ilyen mértékben kontaktolni, hanem vagy médium. Az ellenfél gyakorlatilag, meg, meg aki jelen menekülsz szóval nem tud szembeszállni. Kicsit, kicsit védtelennek érzem olyankor az embereket, viszont itt, itt nem így van, egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy mindenki tehetetlen. Jó, persze itt is kell, hogy valakinek legyenek saját képességei, hogy felvehesse a kesztyűt, de ettől függetlenül a többiek is tudnak támogatólag hozzájárulni ez az egészhez, tehát nem kell az, hogy csak az az egy ember, akinek van ez a szkíje, egyedül intézzen mindent a történetben, és ő, ő az, aki legyőzze a gonoszt. Tehát így igazából tényleg van egy ilyen érzetben, hogy nem, vagy, nem csak elszenvedője vagy ennek az egész helyzetnek, és reménykedsz, és összeteszed a két kezed, hogy túléld a szituációt, és körülbelül ennyi. És ez szerintem nagy dolog. Tehát a Freddy is ilyen. Oké, okay, az álom terepén vannak, de azért ott is föl tudnak lépni ellene már. Az tény, hogy amit mondasz, hogy itt a lényeket áthozzák a halandók világába, mondjuk így, és gyakorlatilag ténylegesen fizikailag érzed, hogy ott vannak, mert a képi megvalósítás olyan, hogy érzed, hogy ott van valaki az ablak mögött az első emeleten. Ettől függetlenül igen, az a fordítás, hogy itt viszont már proaktívan tudnak cselekedni a szellemvadászok, vagy akarom mondani a médiumok, az azért az egy szép csavar. Igen, és nem csak mi járhatunk be az ő területükre, hanem ők is a miénkre. Meg is szállhatnak ugyanúgy, mint persze bármikor máskor. De azért végre nem csak ők tudnak ide átjönni, hanem én is tehetek valamit. És fixen tudom, hogy hogyan, hogyan jutok át. Tehát Igen, van egy metódus. Mindegy, hogy... Igen. Igen hogy ennek van egy, van egy szabálya. Tehát az elsőnek azért van egy nagyon speciális mi volta, még hozzá az, hogy mennyi volt annak a filmnek a büdzséje. Tehát, hogy az 22 nap alatt eléggé minimál költségvetéssel forgatták le, és így lett az a fajta bevétel, amit te is mondtál, hogy azért van, és a rendezőtársa eléggé szép munkát végeztek körülbelül, tehát azt lehet mondani, hogy a Blair Witch projekthez mérten hosszra összeraktak egy minőségi, nem fan fujigy uh, filmet, és nagyon-nagyon szépen játszottak úgy, hogy uh, időzítéssel, praktikus effektekkel, magával az atmoszféra keltéssel. Tehát uh, nekem ez miatt volt gyönyörű az első rész, hogy a képi világ, a bezártság érzet, azok a hangefektek, az valami zseniális volt. Idővonal a parajelenségek franchise-hoz hasonlóan nem folyamatosan lineáris, az első és második rész a Lambert család megpróbáltatásain vezet keresztül, időrendben még egymást követve. Az elsőben Dalton van veszélyben, a másodikban az apa Josh kerül megszállás alá a gyermekkori képzelt barátja, akarom mondani, zaklató szelleme által. A harmadik részben uh, Vantól átveszi a rendezői stafétát Lee Vennel, aki a filmben Specs karakterét játsza. És a rész már nem követi ezer időrendet, cselekménye néhány évvel a Lambert családnál történtek előtt zajlik, ahol Elise egy tínédzser lánynak, queen segít megszabadulni az ártó szellemtől, és az események után alakul meg a szellemírtók, akarom mondani Spectral Sightings ö, csapata, Spexel és Tuckerrel. Egyébként ö, a Spectral Sightings megért egy háromrészes mini tévésorozatot 2013-ban, amikor még csak a franchise második filmje jött ki. A negyedik részt Edem Robitel rendező vette át, és az első negyedben betekintést kapunk Elis bántalmazó gyerekkorába, a múltba tekintés után pedig az idővonalon a Lambert családdal történtek előtt járva válunk Elis családi drámájának szemtanúivá. Az ötödik rész az apa Josh szerepét alakító Patrick Wilson rendezése, és a második film után 13 évvel játszódik, ismét a Lambert családdal a fókuszban, akik küzdködnek a lefolytott, feltörni készülő emlékeikkel, és a fókuszban a Dalton és Josh közti apafia kapcsolat áll. Szerintetek melyik filmek voltak kiemelkedőek esetleg, és melyek sikerültek gyengébben, nektek melyik rész lett a kedvenc, és, és miért? Annyit azért kiemelnék, hogy Patrick Wilson ki is már a neve az elhangzott, de ő egyébként Josh Lambert a filmen belül, tehát ő az egyik főszereplő, és ettől függetlenül ugye ő játszotta a démonok között főszerepét is, és egyben az első rendezése is volt az a 23-as film. Tehát ilyen szempontból az egy kicsit szerintem máshogyan kezelendő, mint a többi úgy vesszük, azért James van, az mégiscsak James van, tehát ugye az első rész az szerintem, ahogy mondtam is, mindenképp kiemelkedő. Azt követően számomra egyébként így a harmadik meg az utolsó rész volt, ami így sorrendiségben, hogyha vesszük, kifejezetten szimpatikus. Hát a miért az érdekes kérdés, beszélhetnénk a démonaikról is, hogy melyikben milyen démon szerepelt, mert hiába függ össze mind az öt rész, ettől függetlenül gyakorlatilag mindegyikben más démonnal kell megküzdeniük. Igen. Vagy, vagy ártó szellemmel, tehát ez nem volt mindegyik démon. Nem vagyok benne biztos, hogy mindegyikre egyértelműen rá lehet sütni a démon jelzőt. Bár hogyha úgy definiáljuk a démont, hogy ártó szellem, akkor de. <laughs> Szóval itt azért ez is egy elég érdekes kérdés, hogy ezek hogy a túlvilági lények most akkor szellemek vagy démonok, bár talán abban különböztetném meg a kettőt, hogy a szellem az valamikor ember volt, és akkor bele egy traumatikus állapotba, amitől akár ártó szellemi is válhat. A démon pedig kezdetől fogva démon, egy egy ártó entitás, ami, ami soha nem volt emberi lény. Ez alapján akkor a lipstick face is, tehát úgymond a fő karaktere, a antagonistája a sorozatunknak lehet akkor a démon. Igen, ő, ő, ő igen, ő, ő, szerintem is démon. Meg a kulcsos démon, ő is démon, az egyértelmű. Ő a negyedik rész, ugye? Ő a negyedik részben van, igen, és ő, őt, ő én nagyon ő, érdekes lénynek tartottam. Például a mondom, zseni az az ötlet, nagyon kreatív, hogy az ujjai végén kulcsok vannak, és akkor az dugja a, úgymond a az embereknek, és akkor elfordítja a kulcsot, mint hogyha a lelküket így nyitná meg magának, szóval és teszi úgymond őket is a, a saját rabjaivá meg volt a nem lélegző ember, ő szerintem egy szellem, egy ártó szellem, igen, és nekem a ő részben. a harmadik részben, igen, nekem ő a legkedvencebb, ö, úgymond gonosz tevő, mondhatom <laughs> így a filmekből, mert tehát az egész alakja tök zseni, hogy hol élő abban a... Hát igazából a felső szomszédja volt, és a szellőző rendszerben csak hallott. A szellőző rendszerben, a szellőző rendszerben él, tehát, el, hogy hallatszik, igen, és hogy, és hogy ez is nagyon klassz, meg ahogyan ijesztgeti az ember, tehát ő nem az a típus, aki egy ilyen jumpscare-erém meg téged, hanem úgy lassan közeledik, úgy hallod a lélegzését. Például ugye a legjobb jelenet az szerintem az, amikor ledobja az ágyra Quint. Ugye Quint össze van teljesen törve egy autóbaleset miatt, amit ugye szintén ez az ez a ártó lény okozott. És hát mivel össze van törve, ezért amikor az ágy mellé esik, ő teljesen maga tehetetlen, meg se bír mozdulni. És akkor te abban életben így végignézed, hosszú perceken át, ahogy ez a nem lélegző ember oda megy az ablakhoz, elhúzza a függönyt. Oda megy a lány szobának az ajtajához, becsukja az ajtót. Oda megy a lány ágyán lévő laptophoz, azt is lecsukja. És akkor ezzel az összes fényforrás, <laughs> tudod így, eltünteti. Így ott lebeg a levegőben ez a feszültség, hogy tudod, hogy utána bántani fogja őt, tehát ez, ez szerintem zseniális volt. Tehát nekem ez a legkedvencebb. Mindezt egy olyan nézőpontból, hogy a leányzónak az arcát látjuk, ugye közvetlen közelről, tehát így bezárva a teret, és érzed a lépését. Egyébként ezt a részt akartam én is kiemelni, ami a zseniális az a epizód többek között. Meg a második részben az a liftes jelenet amikor a, a, a Parker, az a gyilkolászós idős férfinak a szelleme, ugye beszáll a livbe a fiatal Lorraine mellé. Ez egy ilyen múlt, múltba tekintős ö, rész, és ott vannak a kórházban. És beszáll a livbe, és akkor Lorén próbál hozzá beszélni, hogy sajnálja elnézést, hogy a fia múltkor okozta azt a problémát, és ö, konkrétan ez a Parker, ez meg se szólal. Eleve van valami ijesztő számomra az ilyen idős alakokban, akik ilyen nagyon... Ö, haragosak, de hogy közben nem szólnak egy szót se, és ráadásul, mereven nézett maga elé, és tényleg semmi interakció, csak ott állt a livben, és ugye a kamerából is kilógott az arca félig, tehát kb. csak az állát, állkapcsát lehetett látni, és a nő hiába beszélt hozzá, és amikor megérkeztek a, az emeletre, akkor azzal a lendülettel a pasi ki is sétált a livből, be is rögtön a szobájába, vissza sem nézett. És ugye később derül ki, hogy, hogy ő akkor már szellem, mert hogy előző nap ő, ugrott ki az ablakon, vagy mi történt vele Parkerrel. És nekem ez is rettenetesen ijesztő volt. Semmi extra igazából, semmilyen filmes effekt, hogy ez a természetellenesség, amit aztán már emlegettünk a parajeneségek kapcsán is, hogy vannak ezek a természetellenes emberi cselekvések, hogy valaki mondjuk csak áll befordulva, vagy sarok felé, vagy a fal felé, vagy tehát ami, amit így, így természetes módon nem igazán tapasztalsz embertől, és, és ettől iszonyú rémisztő. Úgy igen, egyébként az első két részt én emiatt is kezelem egy picit külön a magam részéről. Na a rendezők itt nagyon-nagyon jól játszanak egyrészt ugye a minimalista technika segítségi miatt, hogy praktikus effekteket használnak, és nincsenek CGI-ok, -ok, bármi hasonlók, és ahogy arról már volt szó, a lényeg az időzítésen van, hogy melyik karakter mikor jelenik meg. Ettől függetlenül a démoni megszállás, például a második részben, hogy az apát megszállja egy démon, az igazából egy teljesen jól leképezhető valós családi állapot, mondjuk egy félpszichopata agresszor a pukának a meg tökéletes a leírása, aki ugye az elfolytott agresszőjét hogyan kezeli és hogyan terel mindent, csak itt mögé van téve ugye ez az egész uh, mitosz, igen, de az is ugye Parker szelleme igazából, ugye ő öltözik mindig ennek a sötét mennyasszonynak. Hát ő egy gyakorló szociopata volt, igen. Igen, igen, és az a, ez az ártó szellem uh, szállta meg. Mert hogy ugye a sztori szerint az van, nem, hogy ők ilyen utazók, és amikor a testükön kívül, tehát hogy a távolban mászkálnak, akkor a szellemek elkezdenek vonzódni az ő fizikai testükhöz, mert hogy ők is az életre vágynak, ezért szállják meg őket, és ez az ártó szellem is kapva kapott ezen az alkalmon, és amúgy is végig ez volt a terve, hogy ő megszerzi magának josh -t mert hogy ő élni akar, hiszen az anyja az mondhatni elvette az ő gyerekkorát, meg az életét. Később, amikor ugye megvan száva, és ilyen pszichopata apának tűnik, szerintem azért is nézi olyan furcsán az egyik jelenetben Daltont, amikor ugye ö, lefekteti az ágyba, hogy akkor jó éjszakát, és akkor egy pillanatig úgy nagyon bámulja Daltonnak az arcát. És ez, 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 azért van, mert hogy ő a gyerekkorát akarja igazából visszakapni, és ugye Gyost is eleintek, még kisfiú korában kezdte zaklatni, és akarta elkapni. Tehát én nekem az az elméletem, hogy ő alapvetően egy kisfiú fiú testébe ő, akar beleköltözni, és az ő életét akarja elvenni. Hát mert egy bántalmazó anyának a gyermeke, aki gyakorlatilag nem hagyta, hogy önmaga lehessen, igen. tehát hogy soha nem engedte neki, ugye próbálja ráöltetni ezt a lány szerepet, miközben ő ugye egy kisfiú, és hát nyilván nem érzi magát lánynak. Igen, ráadásul lánynak volt nevelve, igen. És akkor ott van, ott van Josh, akinek az édesanyja meg hát láthatóan tehát minden tekintetben szereti a gyermekét, és elfogadja olyannak, amilyen én is azt gondolnám, hogy ilyen megtört lélek egy olyan gyermeket fog megcélozni, akinek szerető anyja van. És aztán ugye Daltonnak is az anyukája, az egy olyan valaki, aki, aki nagyon szereti őt. Egy, mind a három gyerekéről nagyon jól gondoskodik, úgyhogy nem csoda, hogy követi őket, és gyakorlatilag a következő alkalommal is a kisgyerek van megcélozva. Mondjuk én ott nem tudtam eldönteni, hogy igazából ki a célpont. Mert nekem, hogyha az első részt vesszük, egy kicsit olyan, mint hogyha azért így az apát akarta volna visszacsalni öregasszonynak öltözött karakter, hogy ő tudja megszállni ténylegesen az elejétől fogva, mert ugye a, más, a, rész, a második rész végén azért be is teljesül az, hogy miért is volt szüksége egy férfira. Igen, az sikerül neki. Sőt, utána ugye gyakorlatilag bántalmazza a családot, és próbálja őket megölni. Ez a része már nem fér bele ugyannyira az elméletbe, de egy megborult elméről beszélünk, tehát... Tehát onnantól kezdve, hogy testet és életet kapott, más sem lebeg a szem előtt, csak hogy minél több embert megölhessen, hogy ő továbbra is életben maradhasson és élhessen. Van az a zuhanyzós jelenet, hogy a párkernek az anyja szellemként, ugye a zuhany függöny mögül ott próbálja irányítani, amikor Magyos testében van, hogy csináld ezt, csináld azt, öld meg őket, meg minden, És akkor eleinte ő még tiltakozik, hogy nem akarja bántani őket, nem akarja megölni őket. Csak aztán később már valahogy ugyanúgy, úgy megborul az egész dolog. Hát Megszembesül vele, hogy nem maradhat abban a testben hosszú ideig, úgy, hogy ő életben marad. Ja, igen, tényleg szembesül ezzel, igen, hogy me megöli ezt a, ezt a, testet is, az, hogy ő benne van. Tehát, hogy nem maradhat benne örökké, és ehhez meg ugye embereket kell ölnie hozzá. Szóval végül is ezért. Én azt gondolom, hogy ez az elmélet, hogyha, tehát, hogyha igazunk van ebben, hogy tényleg a gyermek volt a -e célpont eredetileg, akkor ez azért változott meg, mert nem volt esélye sem átköltözni a gyerekbe, mert a felnőtt testben sem maradhatott sokáig. A szegénynek ez egy nem happy end story. <laughs> Hát nem. Itt ő az áldozat. Egyébként a negyedik, ugye ez egy nagyon jó téma volt, amit Dani behoztál, hogy, hogy az apa erőszaka a családjával szemben. A negyedik rész is egy nagyon komoly családi drámát mutat be. A családon belül erőszakót, a nőkkel szembeni erőszakot mert ott a kulcsos démon ilyen nagyon erőszakos cselekedetekre veszi rá és sarkalja a családot, és szerintem az egy, az, az egész egy nagyon-nagyon tragikus, mert ugye, ha a filmet közelről nézzük, akkor ott nyilván az történt, hogy Elis apját a démon vette rá arra, hogy ennyit bántalmazza Elis-t. De a távolabbról nézzük, akkor ez is lehet igen, egy szimbolikus bemutatása a családon belüli erőszaknak. Sőt, nekem nagyon tetszett az is, hogy a generációs továbböröklődés mintája is megjelent ebben a filmben, amikor ugye Alice átmegy a távol világába, és akkor ott találkozik a kulcsos démonnal, aki oda vezeti. Eliszt a saját apjához, és ad Elis kezébe egy baseballütőt, hogy akkor most ő visszaadhatja, amit kapott. Igen, most előre szaladtunk, de igen. Igen, igen. És Elis ugye el is kezdi ütlegelni az apját, csak aztán kis segítséget kap, és akkor sikerül leállnia. Például ez is egy nagyon kiemelt rész, meg kedvenc rész, így a, így a többi közül, emiatt a családi dráma miatt és, és trauma vonatkozás miatt. Ez egy érdekes metafora egyébként, amit most kiemeltél. Mert ugye Dióhéjban ugye annyi a filmnek az alapsztoria, hogy kiderül Elisről, hogy gyerekkora óta egy bántalmazó családban élt, ahol ő már látott szellemeket. Az apja ezt ugye nem hitte el, ezért folyamatosan bántott. Tehát ez volt az alaplot, és utána ő... igen, persze. Volt egy olyan szituáció, amit most még nem fejtenék ki, amikor úgy megszökik a családtól, és egy hívásra visszamegy oda. És utána a démonnal, ahogy utána mennek, átmegy a túloldalra megmenteni az aktuális mentendő szemét, megpróbálja a démon megkísérteni. Ő is ugyanolyanná váljon, mint az apja. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy így hiába volt az apád ilyen, valamilyen szinten te sem tudsz menekülni így a múltad elől, és vagy olyanná válsz, vagy pedig próbálsz elszakadni tőle. És itt volt egy ilyen mozzanat, hogy utána az Elis hogy nem szabad olyanná válni, mint az apja, és akkor úgy tovább ment. Ez, ez, ez az a generációs minta, amit ugye adott esetben továbbad vagy egy bántalmazott neveléstben nevelésben részesülő gyerek, meg van a potenciális kockázat, hogy hogy bizonyos dolgokba, dolgokat ő is tovább visz. Nyilván van, aki nagyon tudatosan ennek ellen tud állni, ahogy azért végül is kis botlás után, de Elisnek is sikerült azt mondani, hogy ő nem. Ehhez egy nagy erő kell, és ez egy nagy happy end ilyen szempontból, hogy, hogy, hogyha meg tudod törni ezt a, ezt a kört. Már az is nagyon kemény döntés volt a részéről, hogy visszamegy. Ő elmenekült 16 évesen, ott hagyta a testvérét, aki kisebb volt nála, és nyilván ő is ugyanúgy rettegett. Ez is milyen dilemma, amikor, amikor lelépsz, de hogy ott hagyod a testvéredet, vagy magaddal viszed, azzal a tudattal, hogy mondjuk lehet, hogy egy se tud majd boldogulni, hiszen te is még gyerek vagy. Szóval ez, ez is igen egy nagyon, nagyon komoly. Ez nekem annyira furcsa egyébként ebben a karakterben, annyira nem gondoltam volna alice hogy e, ő ilyet tesz, hogy, hogy gyakorlatilag nem is tudom, közel 50 évig rá se néz a tesójára, hogy amúgy éle hal -e. mert gyakorlatilag akkor találkoznak először, amikor a filmben újra összefutnak. Nekem rém valami olyan, hogy, hogy, mintha próbálkozott volna, de hogy az öt zárta ki az életéből. Nekem, nekem valami ilyesmi is rémlik, hogy mintha az első beszélgetésükben ezt szóvá tették volna, hogy, hogy, hogy az öccse nem akarta látni. Hát most lehet, hogy ilyen fölött a diskurzus félet így mert de igen, persze nyilván az ember nem próbálkozik örökké, hogyha úgy érzi. csak nekem az is meglepő, hogy a tesója ott maradt, tehát hogy ebben is nagyon nagy különbség van a két karakter között. Hát a tesója azért ott abban a szituációban még elég kicsi volt, tehát nem is tudott volna még ő úgy akkor megszakni jobban a 16. Úgy értem, hogy a városban, hogy a városban maradt, és ott, ott élt hát, továbbra igen. is, vagy hát a környéken, és így nekem ez ez is meglepő, hogy hogy azért nagyon sok karakter ilyenkor így, így menekülne, minél messzebb, minél jobban tudjon felejteni. Nem is véletlenül nem beszél soha az apjukról, mármint hogy a, a két lánya nem tudott semmit, sem Eliszről, sem az apjukról. Egyébként ebben a részben van egy olyan jelenet is, ami engem személy szerint szintén nagyon megérintett, Ugye a film elején látjuk, hogy, hogy ilyen révületbe esik Elis, amikor még kislány. Aztán a filmnek a későbbi részében, amikor Elis ugye a távolba megy, átmegy, akkor találkozik önmagával, ugye az önmaga gyermeki verziójával ebben a távolban. Igazából amikor a gyermek Elis ugye ebben a révületben van, akkor igazából ez is történik, ez a beszélgetés is köztük. Nekem az nagyon tetszett, hogy itt Elis önmaga gyermek verziójának mondja el azokat a bíztató szavakat, hogy tartson ki, stb. és a többi, és ugye mindannyian néha el szoktunk ezen gondolkodni, meg úton-útfélen így szembe jön ez a kérdés, hogy lenne lehetőséged a fiatalkori önmagadnak mondani pár tanácsot vagy szót, akkor mi lenne az? És én úgy gondoltam, hogy megkérdezlek titeket, hogy ha erre lenne lehetőségetek, akkor egyrészt milyen idős önmagatokkal találkoznátok szívesen, és mit mondanátok neki, milyen tanácsot adnátok neki úgy általánosan? <laughs> ez egy jó kérdés. Néha én is elgondolkodtam rajta, persze, hiszen ez több történetkönyv, meg film is pedzegeti azért ezt a témát, hogy, hogy milyen tanácssal látnád el a gyermekkori önmagadat. Nekem is sok minden eszembe jutott az évek alatt, hogy öt évente mindig eszembe jut valami, hogy mit mondhattam volna általában az ilyen 10-12 éves korosztályomban lévő. Tehát hogy amikor annyi idős voltam, arra, akkor tudnék valami hasznosat mondani, én azt gondolom, mert úgy gondolom, hogy előtte nem nagyon alakult még ki annyira erősen az a fajta személyiség, akivé váltam, meg nem voltak meg benne azok, a, azok az irányok, amik, amiket lehetne terelgetni, viszont később meg már így minek. <gül> <gül> Most már minek. 15 éves énemnek nem nagyon tudnék olyat mondani szerintem, amire így már hallgatni akarna, mert nem akarna hallgatni ne. De 10-12 éves korosztályomban meg úgy voltam vele, hogy az igazság, hogy bármit is mondanék magamnak, úgy sem érteném meg. Ez, ez, nagyon fájon hangzik, de, de nagyon sokszor hangzott el ez gyerekkoromban, úgyhogy a felnőttektől, hogy gyerek vagy, sem érted, meg, meg ezek a hasonló ilyen tipikus mondatok, amiket egyébként utáltam hallani, és, és az az igazság, hogy nyilván felnőttként értettem meg, hogy ezek, vannak dolgok, amiket nem értettem volna meg, és vannak tanácsok, amiket hiába mondanék, mert még nem jártam be azt az utat, meg azt az ívet, ami azt kellett, hogy az legyek most, aki vagyok. Tehát ahhoz ezeken át kell menni. És nem voltak mondjuk olyan visszanézve olyan területek, ami, aminél jól esett volna, a, tehát te tudnád magadnak megadni azt az igazán kézzel fogható tanácsot, amit te, te úgy meg is értenél, hiszen te vagy te. <coughs> és te tudnád úgy megfogalmazni, hogy azt értse a te gyermekkori önmagad, vagy tínédzserkori önmagad. Én nem vagyok annyira különleges, mint Elis, akinek el kell mondani, hogy, hogy figyú, az, hogy te neked, látsz, ez tök normális, és attól még, hogy neked ez megy, ettől te nem vagy debil, és attól még <laughs> attól még te felnőhetsz egészséges emberként, és egyébként, sőt, még segíthetsz is embereknek, hogyha, hogyha, ez a különleges tulajdonságod megvan. Tehát én nem vagyok ennyire ritka madár. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem túl sok olyat tudtam volna mondani így a gyermekkori énemnek, ami ez, ez, nem ilyen egyszerű. Nem, nem álltam még készen azokra az információkra, és nagyon sok olyan dolgot tudnék mondani, ami ami más irányba terelne, de nem vagyok ilyen személyiség. Tehát, hogy akkor meg teljesen fölöslegesen adnék olyan tanácsot, amiről tudom, hogy nem, nem válik be tudnám, hogy milyen irányokba kéne terelnem a gyerekkori énemet, hogy abba az irányba induljon el, de nem lenne képes rá, mert nem vagyok ilyen, és a mai napig nem, nem vagyok olyan személyiség, soha nem is lennék, nem ilyennek születtem. Hát akkor biztos nem adnál magadnak olyan tanácsot, amit te most sem tudnál követni, nem? Nem, persze. Azért mondom, hogy nem. Én sokszor gondolok el, meg sokszor átszoktam ezt magamba futtatni, de mindig arra jutottam, hogy nekem ez nem működne. Tehát, hogy egyszerűen nem tudok ilyet. Most igazából a csönd annak szól, hogy próbálom végig gondolni, hogy mit lehetne erre a kérdésre ténylegesen válaszolni, erre, hogy Mire is mondta, most, hogyha túl kiskorú személynek hiába próbálod megfogalmazni, mondjuk azt, hogy légy erős, légy bátor, és akkor ott úgy néz, és így mondanám, hogy tíz évesen, oké, okay. tehát most köszéten, <laughs> 14-15 évesen meg, nem tudom, ne nyújj bele abba a konnektorba, vagy bármi hasonló, utána ugyanúgy úgy is megcsinálja az ember, mert a konnektor jó, és szeret játszani azzal, ami úgy... Felvillanyozza. Pontosan, <így>. Utána úgy is ez lesz, hogy végül is be kell járni azt az utat, meg kell bánni, amit meg kell bánni. Erre most igazából új tanácsot adni ehhez biztos, hogy lehet. Szerintem a legmegnyugtatóbb ha azt mondod az a gyermekkori magadnak, hogy minden rendben lesz. Az az út, amit elindulsz, az jó lesz. És nyilván nem lesz teljes, tehát nem, nem csak boldogságról fog szólni ez az időszak, hanem rengeteg bánat meg szomorúság is fog érni az ember. De ha egy gyermeket meg kell valahogy nyugtatni, akkor mindig azt mondod neki, hogy minden rendben lesz. Egy felnőtt is mindig ezt mondja a legnagyobb katasztrófa közepette is, mert, mert egyébként megtörténhet, hogy így van. Megtörténhet, hogy tényleg minden rendben lesz, és akkor legalább megnyugtatta egy időre a gyereket. Jó racionalista, és mélyen a szemében néz, hogy Igen. itt az ideje játszani, és mással ne foglalkoz. Hát akkor én leszek az egyetlen, aki konkrétummal is jön mert nekem van <laughs> olyan, olyan tanácsom és mondanivalom. Hát egyrészt, amire sokat gondolok a mai napig, és ezért a gyermekkori énemnek is tanácsolnám, hogy töltsön el minél több minőségi időt a nagypapájával, beszélgessenek sokat és szeressen nagyon, mert hát őt sajnos elveszítettük, és, és a mai napig bánom, hogy féltem közelebb ö, merészkedni hozzá, pedig amúgy egy nagyon jótét lélek, lélek volt. Tartottam tőle egy kicsit, de elmondanám a gyerekkori magamnak, hogy nincs miért, és hogy nyugodtan, és hogy tényleg érdemes, és, és szeresse, meg hogy ő is szereti őt na nagyon viszont. A tínédzserkori énemnek pedig azt, hogy feküdjön rá a tanulmányaira, mert érdemes, és kinyíthat számára a világ. És a másik, ami fontosabb, mert nehéz, ne, sok nehéz időszakon mentem keresztül, és akkor én, én nekem Meggyőződésem volt, hogy ehhez kevés vagyok, és gyáva vagyok, és minden. Elmondanám önmagamnak, hogy engem meglepett azóta sok helyzetben, hogy mennyivel erősebb vagyok annál, mint gondoltam volna, vagy mennyivel bátrabb vagyok annál, mint gondoltam volna, és ezért ezt így tapasztalatok okán mondanám el a tinédzserkorján önmagamnak, hogy higgyél, hogy sokkal bátrabb és sokkal erősebb annál, mint gondolnál ezt mi sem bizonyítja, mint az akkori jelenlegi helyzete, és ahogyan azt kezelte. Úgyhogy én ezeket elmondanám. Ez hasznos tanács. De ez kellene konkrét, konkrét, dolgok, amikről tudod, hogy, hogy úgy érzed, hogy fontos, hogy tudja. Fiatalkorinát, meg ami megváltoztatható. Igen, igen. Elis is azért adta a tanácsot a, a gyermeknek, gyakorlatilag, hogy legyen majd bátorsága kiszakadni ebből a helyzetből, amiben van. Igen, ezek ezek lehet, hogy azért egy ilyen ö, lökésként funkcionálhatnak, tehát adhatnak egy egy erőt Határozottan. Ö, adott esetben, hogy ő, hogy ő lépjen. Ha nincs körülötte más, mert neki nem úgy tűnik, hogy nem nagyon volt senki a környezetében, aki aki úgymond az öcsén kívül, nem is az, hogy de az öcsér. Nem meg nyilván kicsi volt, tehát erre nem lehetett ilyesmit tőle, tőle várni, hogy úgy egy kicsit elindítson, hogy, hogy menjél, hogy tedd azt, ami neked jó, hogy, hogy próbálkozz, vagy valami. Tehát, hogy... Hát az édesanyja, de aztán ugye őt el is veszítette ennél a jelenetnél, tehát pont akkor hal meg, amikor beszél vele elis. Egyébként nagyon tetszett nekem ebben a részben az is, hogy ugye volt ez a nő, aki így, 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 így csak annyit tudott mondani, hogy segíts neki, segíts neki, tudod. És nagyon tetszett, hogy ő először egy ijesztő szellemnek tűnik, de amúgy ő az a tipikus női karakter, akire vágyunk ilyen szituációkból, hogy segítsük egymást a bajban. Tehát, hogy amikor ilyen szintű bántalmazás van, meg fogjulejtés, meg, meg rabosítása egy ilyen nőnek, akkor, akkor, a másik valahogyan jelezzen, és, 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 jöjjön a segítségedre, és szóljon, és, és hogy, 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 te megmenekülhess. Tehát ilyen szempontból egy, ő nekem egy nagyon-nagyon pozitív karakteré fordult át, mert ugye ő abba is halt bele, hogy ő a fogvatartója által, ugye hát a, a, a Alice vagy Elis apja által halt meg, keze által halt meg. Tehát ő nem tudott megmenekülni, és ennek ellenére ő meg akarta menteni azt a másik lányt. Igen, az egy nagyon erős jellemű karakter volt igazából, úgyhogy az, az egy őszinte respekt. Igen, tehát szerintem ez tökre respekt. Igen, tehát én, nekem ő így Igen, nagyon... sőt, Elis miatt hal meg gyakorlatilag, mert ha úgy vesszük, nem, nem konkrétan miatt, de hogy az egyetlen alkalom, amikor esélye van elmenekülni, akkor pont Elis észreveszi, és így gyakorlatilag nem tud kijutni. És az a filmnek, hogy az egyik legkomolyabb jelenete, amikor ugye valóság és így a képzelet összefonódik a Igen. gyerekvilágában is, mert ő se tudta még eldönteni, hogy mit lát, és akkor ugye a néző felé is ez így volt tálalva. Az, az, az valami zseniálisan jól komponált. Nagyon sok ilyen példa van ebben az egész franchise-ban, szóval és ezt, én ezt nagyon-nagyon szeretem benne, hogy nagyon okosan építkezik. A legutolsó rész, az ötödik rész, az ugye a Lambert családra térünk vissza, és itt már Dalton is már, már egyetemre megy. A kis Dalton felnő. A kis Dalton felnő. És ennek kapcsán azt szeretném kiemelni, ami nekem nagyon tetszett, az az intrója ennek a filmnek, mert ott egyrészt egy piros zsírkrétával indítunk, ugye itt a piros szín és a piros ajtó az egy nagyon szimbolikus, fontos elem, és tök jó, hogy így végig megy az összes filmen, nagyon karakteres, könnyű megjegyezni, könnyű felidézni. És itt az intróban ugye indul egy piros zsűkrétával a, a, az egész, ugye látjuk gyakorlatilag Daltonnak a gyerekkori rajzait, és ahogy megy tovább az intró, ezek a rajzok egyre jobbak, egyre művészibbek, egyre érettebbek, egyre sötétebbek, de van ott Lorénnek a a profilképe is, hogy ezen az intrón, a rajzokon keresztül követjük végig azt, hogy amúgy eltelik egy csomó idő, és úgy Daltonnak a felnövés története így a rajzokon keresztül jelenik meg, már az intróban. És akkor utána jön a, a kezdő temetéses jelenet. És ez nekem nagyon tetszett, hogy így mutatták be az idő múlását ezeken a rajzokon keresztül. Igen, meg ugye mélyülnek is a, a mondani valói a rajzoknak, meg ugye látszik, hogy feljönnek. Fel az emlékei. Feljönnek ezek az elfolytott... Igen, amiket szándékosan elzártak. Igen. Ugye ott hagytuk őket magukra, hogy jósnak és Daltonnak is megint lefolytották ezt az utazói képességét. És azáltal az emlékeiket is. Igen, kiradírozták. Ki, ki így egy ilyen meditáció közben, vagy hogy szokták ezt valami ilyesmi... Hipnózis. Mit mondtál? Hipnózis. Azaz, ezt a szót kerestem, köszönöm szépen. Tehát egy hipnózis segítségével ugye egyrészt ezt érintjük, hogy ez a, így jönnek föl ezek az elfolytott, kiradírozott emlékek, másrésztről meg szerintem egy kicsit ilyen apa-fia kapcsolódás is valahol, hogy azt is helyre kell állítani ott is a bizalmat, meg hát igazából az egész családdal a bizalmat. Ö, ugye a fiúkban jönnek föl ezek a rémálomképek, amit ugye említettünk, hogy az első részben az apa bántalmazza a gyerekeit, és a gyerekeknek ezek az emlékek úgy jönnek föl, valószínűleg, de csak ilyen villanásnyi, meg rémálmokban, hogy az apjuk bántja őket, hogy az apjuk egy szörnyetek. Ezért hullik szét a család, amikor itt a startvonalnál vagyunk. Alapvetően ez egy létező megbirkózási mechanizmus, hogy a gyermek, hogyha kiskorban egy mondjuk ilyen jellegű trauma éri, hogy az apja egy vascsővel kergeti le a pincébe, miközben az anyja sikolt, és közben egy démon támadja meg hátulról, hogy egyszerűen csak leblokkol az agya, és úgy, ahogy van, elzárja ezt egy ketrezbe, és törli azt az évet. Az apánál pedig lehetne azt mondani, hogy ő olyan posztromás vagy bármi hasonló, amitől nem emlékszik rá, de ettől függetlenül pedig így az is tetszett nekem úgy az ötödik részbe, hogy az apa karakterét, akit az első részben egy kicsit feminin visszahúzódó, nem kezdeményező, háttérbe húzódó karakterként ismerünk meg, a másodikban ugye nem ő maga, hanem egy agresszor, az ötödik részben pedig egy teljesen porba döngölt, elvált, a gyereke utálja őt, és a múltjára nem emlékező egyén, hogy így megteremtette azt a kis zsigeri szorongásnak a hangulatát. De nekem még itt ebben az ötödik részben is azért agresszívnak tűnt. Olyan nagyon feszültnek, persze nem azt mondom, hogy, hogy nem érthető, mert érthető, hogy miért, de hogy így éreztem belőle ezt a, ezt a fajta agressziót. Mondtad, hogy, hogy Dani, hogy, hogy külön kell egy kicsit kezelni, mert hogy ez volt az első rendezése, ugye, Patrick Wilson-nak, de hogy én egy kicsit éreztem ezt rajta, ugye Párbeszédeken, a rendezésen, a színészi játékon, tehát hogy ez nem sikerült annyira erősre, mint az eddigieknél, szintén értem az okát. Ettől függetlenül emiatt néha úgy parázsvitának, meg feleslegesnek éreztem bizonyos veszekedéseket, mint hogyha úgy nem álltak volna meg úgy igazán a, a lábukon ezek a dolgok. Mondom, simán lehet, hogy csak a párbeszéd gyengébb írása miatt, vagy a, vagy a rendezés, hogy a színészi játékból nem sikerült kihozni a maximumot, ezt, ezt nem tudnám pontosan megmondani, ez csak egy ilyen érzet, hogy hogy nem, nem annyira sikerültek, tehát nem annyira tudtam érzelmileg bevonódni ezekbe a szituációkba. Értem, hogy miről beszélsz. Ennél a résznél igazából nagyon minimálisak a párbeszédek. Az elején van ugye, amikor elviszi nagy nehezen az anyja unszolására a paha fiát, ugye Daltont az egyetemre, mert akkor már nem beszélnek. És ott is úgy ez a veszekedés olyan volt, hogy úgy egy kicsit így azért elgondolkozott az ember a szövegíráson, mert nagyon célra törő, funkcionális, tehát inkább ez a jó szóra, hogy az egész film szempontjából annyira lett elmondva pontosan, ami a karakter adott érzelmi le akarta írni. És akkor úgy, úgy emiatt lett egy nagyon ilyen, nem tudom, első filmes rendezőnek egyébként jó, ettől függetlenül a franchise-ba ténylegesen egy ilyen átvezető férzdarab, ami úgy előhozza a Démont háttérbe teszi, nagyon próbál a családra fókuszálni, és csinál egy ilyen közepes családi drámát. Azért feladta neki a leckét, ez a Franchise, az tény és való. Ez is teljesített a legrosszabbul, nem? Az összes film közül, jól, jól emlékszem. Én is úgy olvastam, hogy nem igazán kapott jó kritikákat. De egyébként hozzá kell tennem, hogy szerintem ami a, legjobb, a legjobban sikerült karakter ez a, az a Daltonnak a barátnője. Aha a lány. <laughs> igen. Szerintem ő a leghitelesebb az egész sztoriban ilyen szempontból. Chris, hogy Chris Williams, igen, Zdó, Chris jól nagyon indexem. kreatíven. Ugye, Unisex nevet kapott? <laughs> Unisex nevet kapott, igen, hogy nem nem derül ki elsőre, hogy ő most lány vagy fiú. ebből is lesz, lesz a konfliktus. Is. Igen, vicces hogy... helyzet adódik belőle, igen, de egyébként nagyon, nagyon, nagyon jó karakter, kellett bele, kicsit felpörgette a dolgokat, mert Dalton annyira magába volt így zuhanva, meg annyira Annyira befelé volt fordulva végig, hogy, hogy, hogyha csak simán az apja meg az ő konfliktusáról szól az egész film, akkor nagyon hamar befáradtunk volna, ha nincs Krisz. És ugye visszatér a kedvenc démonunk, ami elnézést, szerintem alapvetően annyira nem ijesztő. Tehát igazából nem csodálom, hogy, hogy csak így jumpscare kerekkel jelenik meg, tudod, hogy jól megijed, de hogyha hosszabban megnéznéd, egy ilyen nagyon furáns, kismikelt férfit látsz. Hát egy dart mólot megjelenik. Igen, egy, egy dart mold, tényleg, hasonlít rá, igen. Szóval hogy nekem ő nem, nem igazán volt. Rémisztő és akkor ugye meg is jelenik az a, megint az a dal. Az a dal viszont nem tök jó választás volt. Ez a tiriritti, tiri. -tí, -tí. Tip toe through the tulips. Az nagyon kis kedves aranyos, és ettől pont ez a kontraszt miatt szerintem tök jól működik. Hát igen, ez a kedves aranyos szám az ugye a 20 években íródott, majd a előadója, akinek ezt a verzióját hallgathattuk, Tiny Timnek volt ugye az a szerencsétlensége, hogy így a dal előadása közben halt el meg. Ezt nem tudtam. Tehát azért ez ugye kifejezetten uh, duplán ijesztő választás azért. De, de hogy? hogy? Hát ha jól emlékszem, egy infartus környéke. Durva, ez jó. Ja, tehát ilyen tök kedves kis dal, ami amúgy alapvetően így ebbe a szituációba a plusz ijesztő. Nyilván nem véletlen választás volt. Egyébként vissza akartam térni arra, hogy kicsit átsiklottunk szerintem a fölött, hogy az előző részben még, amikor még Elisnek a, a filmje van, ahol az ő történetét kísérjük végig, abban azért, amikor próbálnak kiútni, szerintem abban van, amikor próbálnak kiútni, benyitogatnak random ajtókon. Igen, az a kulcsos démonnál. Igen, a kulcsos démon miatt, és gyak gyakorlatilag Daltonra is rányitnak többek között, és nyitva hagyja az ajtót. Elis nyit rá Daltonra, és látja ott és nyitva hagyja az ajtót és nem csukja be. És hát gyakorlatilag az ő történetük az azért indul be ennyire, mert is akkor elfelejtette visszazárni, vagy hát becsukni az ajtót, hogy ne jusson be semmi más. Igen, és ez is egy nagyon okos, okos visszacsatolás volt, tehát egy nagyon okos építkezés, igen. Igen, igen sok ilyen van, de szerintem ez fontos, hogy, hogy azért értsük, hogy, hogy itt, <laughs> itt is sokat tett azért, hogy ez a történet így, így szép köröket leróhasson. Ami nekem még tetszett egyébként, ehhez visszanyúlnék még a melyik rész volt ez, ahol Quinn volt a hármas, ugye? Ott, amikor Elis átmegy a távolba, akkor ott ugye a folyosókon megy végig, és ott is nagyon tetszett ez az elem. Találkozott ázott szellemmel, meg egy másik szellemmel, amik, amelyik ugye a fal felé nézett, de igazából a, az arca végül a haja közül bukkant elő, vagy valahogy így volt. És ezek a szellemek mind a saját traumájukba voltak belefagyva és ezt újra és újra ismétlik ezeket a jeleneteket, mondatokat, stb. És ez ugye többször megjelenik a filmben ez a traumába bedermett szellem, vagy akár egész szellem család. Az például az első részben volt talán, amikor Josh végigment a házon, és ott ült egy ilyen 50-es évekbeli család, az apuka ott fütyörészett, és akkor a másik szereplő meg csak mosolygott, és akkor a következő pillanatban meg már ott lövöldözés volt, és mindegyikük meghalt, szóval, hogy, hogy ezeket játsszák rá újra és újra és az jutott eszembe, hogy én imádnék egy ilyen kísértet járt a kastélyon végig menni, ahol így végig asszisztáltam, végignézhetem, hogy ahogy a szellemek így bele vannak fagyva ezekbe a jelenetekbe, szerintem ez, ez, ez zseniális. De úgy alapvetően az egész franchise-ban ezt szerettem. Tehát, hogy annyira kreatívak voltak ezekben a, ezekben a túlvilági lényekben, hogy, hogy ők mibe fagynak bele, és hogy néznek ki, vagy a kulcs kulcsos démon. A démonok például, meg ezek az ártószellemek szellemek egészen kézzel foghatóak lettek annak ellenére, hogy természetfeletti lények már-már olyan fantazis irányba mozdult el az egész, meg emlékeztetett engem a faun labirintusában is volt ott az a, az a szörny, amiknek a tenyerében volt a két szeme, azt hiszem, és hogy egy kicsit arra, arra a világra, arra a feelingre emlékeztet engem, és, és ez szerintem nagyon-nagyon klassz. Szerintem tök jól ötvözték így már-már már a fantazi elemeket a horrorral. Igen, mert meg, megalkották ezeket a karaktereket, tehát nem csak ott volt valami, ami ártani akar neked, hanem, és nem egyetlen lényről van szó, amit így alaposan kidolgoznak, hanem több lény van, ami, és mindegyiknek különböző képességei vagy traumái vannak. És érdekesnek találtam azt a koncepciót is, hogy a franchise főszereplője, Elis, aki igazából mindegyik filmben ott van, így vagy úgy megjelenik, valójában az első film végén meghal. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk valaki belekezd a franchise-ba, hogy akkor ő most végignézi, esetleg tudja, hogy Elis az egy elég fontos karakter, és akkor a film végén, puf, megölik. És ilyen érdekes, hogy ó, oké, de akkor most ez így hogy? <laughs> és, és, és mégis a következő részekben ő, ő mind, mind, ott van. Oké, hogy az idővonal, ugrálás miatt is, meg ilyenek, de amúgy ez itt a érdekes szerintem. És ő végül is végig híd marad a távol és a valóság között. Ti egyébként hogyan írnátok körül a távol? Szerintetek micsoda? Tulajdonképpen túlvilág, vagy purgatórium, vagy szellemvilág? Szerintetek ez, ez, ez micsoda? Jó kérdés, nagyon ö, úgy tűnik, mintha valami is egyszerű szellemvilág lenne egyébként, vagy egy másik dimenzió, ha úgy tetszik, amiben átléphet a lélek. Nem gondolom, hogy, a, hogy ez konkrétan a túlvilág, tehát nem, nem valami pokol, vagy ilyesmi. Mondjuk egy sötét zseb, egy sötét dimenzióval akkor kerülsz, hogyha nem tudsz a traumáid miatt elszakadni? És ez például ide szívesen jönnek démonok lakmározni, mondjuk? Hát igen, gyakorlatilag egy, egy, egy olyan sík, ami félúton fél van valahol a teljes eltűnés, meg megsemmislés, vagy a menny és a pokol között. Tehát igen, ilyen, Igen, mert ott ugye szellemek is meg, segítő szellemek is megjelennek, ugye a a Quinnes harmadik részben ugye Quinnnek az anyja, ők Lennik, visszajönnek. Mert... Ők vissza tudnak jönni ebbe a részbe, úgy, tehát, hogy átjárás van, és nem csak a démonok tudnak visszasétálni, hanem a jó szellemek is a, a jó oldalról, tehát hogy nem ott élnek. Tehát a negyedik részben, ahol ugye Elisről van szólt, meg a síp a kulcs, ugye? Az öcsének a sípja, mert ugye, amikor megfújják a, a távol világában, akkor megjelenik az anya, és hát simán odasom egyet a, annak a kulcsos démonnak, az meg jó messzire elrepül. Tehát, hogy nagyon nagy erejük is van ezeknek a segítő szellemeknek. Igen, anyuci bedez. Hát szerintem konkrétan itt az anyjának volt nagyon-nagyon ereje, nagy ereje, mert ő egy ilyen médium, tehát hogy van így vannak különleges képességei. Az anyja is médium volt? Ugyanazokat a képességeket birtokolta, mint, mint a lánya, tehát csak én, nekem úgy tűnt, hogy ő erősebb ebben, mert valószínűleg... De az anyja tisztában volt a képességeivel. És lehet, hogy azért, mert ő, és ez most hülyén fog hangozni, de szülő, mert ő anya. Azokban a részekben azért még Elisnél, amiről már úgymond beszéltünk, így a szembenézésnek a jó, voltak, hogy még nem mert teljesen úgymond ez irányba lépni, és nem tudta, hogyan. Tehát igazából vissza kellett érnie a saját magához, hogy erőtmel tudjon beleállni ebbe az egészbe. Amúgy nagyon szép, hogy amikor megjelenik Elis anyja, akkor igazából az apjának is még van ereje a kulcsos démonnal szembeszállni, hogy védje a lányát. Tehát ott az apjának is jutott egy, egy mini megváltás történet, hogy kiderült, hogy, hogy ő nem akarta a lányát bántani, és szerette a lányát. Sőt, az utolsó szava az volt Elis felé, miatt pórá lett, hogy, hogy bocsáss meg. Igen, egy, egy nagyon nagy fordulat olyan szempontból, hogy nagyon kevés karakter, vagy hát ember a valóságban kapja meg ezt a ezt az elégtételt idézi elben, hogy legalább bocsánatot kérnek tőle, ha történtekért. Egy olyan ember bocsánatot kér, aki bántatta. Próbálják jóvá tenni. Ez, ez, ez a valóságban nem mindig történik, meg pedig sokan csak ennyire vágynak. Ti egyébként hisztek a túlvilágban, és ha igen, akkor szerintetek milyen? Ez azért jó, mert szerintem ezt már egyszer megbeszéltük az egyik legelső. Talán screenkezt. meg a legelsőben igen. Talán pont a. Bocsánat, legelső én, én szerintem nem voltam ott. Hogy mennyire emlékszünk, hogy mit mondtunk akkor, és utána majd összevethetjük hogy mennyire mondunk. Voltunk most. Én azt akkor azt mondtam, és most is ezt tartom, hogy, ez egy bonyolult dolog, szeretnék benne hinni, nagyon, nagyon vágyok rá, hogy, hogy, legyen valami a túloldalon, de én azt gondolom, hogy, hogy így nincs ott semmi. Azt tudom még elképzelni, hogy valami energiává tudunk alakulni. Ahogy a testem is a, a csillagporból van gyakorlatilag, mert mert minden szépen átalakul, és fejlődik, vagy változik, úgy, úgy igazából a szeg a lélek is egyfajta energia, ami jelenleg nem mérhető, ami talán egyszer majd az lesz. Én nem emlékszem, hogy mit mondtam az első adásnál erre a kérdésre, hogyha így volt föltéve, de igazából azt lehet mondani, hogy ahogy egyre inkább idősödik valaki, egyre több problémával szembesül, egyre több dologgal kell megküzdenie, próbál hinni, de ettől függetlenül, hogyha racionalista, akkor azt mondja, hogy lekapcsolják a lámpát, és jön a sötétség. Tehát igazából... Igen, és valaki azt mondja, hogy pont ezért nincs félni való tőle, mert nem is tudsz majd róla, hogy nincs ott semmi, mert egyszerűen megszűnsz és kész. Hát most a haláltól igazából nem kell félni. Azt féljük igazából ilyenkor, hogy a jelen való létünket veszítjük el. Tehát igazából azt, attól félünk, hogy elvesztünk valamit, nem pedig attól, hogy meghalunk. Hát most... én, én például attól is félek, hogy, hogy nincs utána semmi. Én azt gondolom, hogy így is, úgy is, át kell lépni a, a túloldalra. Én inkább tartok attól, hogy tényleg nincs ott semmi. Hogy egyszerűen megszűnök létezni. És igen, ez valahol elvesztése az életnek, de hogy ö, maga a tudatom elvesztése, vagy hogy mondjam. Tehát az, hogy hogy, hogy nem, nem tudok hova átlépni, és hogy nincs ott semmi. Maga a semminek a, a, a léte. De egyébként a kérdésre válaszolva, én is ö, nagyjából úgy tudnám leírni, mint Mila, hogy ahogy ezt a fizika is kimondja, az energia nem vészel, csak átalakul. És a lélek az tényleg egy energia, már csak abból kiindulva is, ha sokat stresszelünk, és, és a lelkünk vagy bánatosak vagyunk, vagy, vagy sok bennünk a harag, a gyűlölet, az mind befolyásolja az, jó, befolyásolja az egészségünket, negatív irányba, és ugyanígy hiszek abban, hogy pozitív irányba is tudja ö, változtatni a, az egészségünket, és ha ilyen energiákat képes megmozgatni, és ezek tudnak hatni ráadásul fizikailag is akkor az biztos egy erős energia, és hogy ez nem fog elveszni azzal, hogy a mi testünk az megszűnik funkcionálni, hanem átalakul valami mássá, amit mi ugye nem tudunk érzékelni. És akkor ennyi fért bele mai műsorunkba. Így visszatérünk hétköznapi világunkba, hogy elmondhassam, legközelebb augusztus 19-én nevezünk véresebb vizekre a szó vámpíri értelmében, a Frászkarika című filmbe kóstolunk bele. Addig is, amíg újra jelentkezünk, ne nyissatok ki piros ajtókat, ne búklászatok el a sötétben, és ne felejtsetek időben a hátatok mögé nézni. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.